szabályhatmon, mert jól. Minden fogolytársamtól meg lehet kérdezni, mert annyira tudtuk, egymásra vigyáztunk, egymásra akartuk menteni. Első szabály. A szenvedést nem szabad dramatizálni, mert akkor mindig gyengébbek leszünk. A szenvedés elviselésére minden energiánkra szükségünk van. Gyakorlatilag ez úgy ment, nem engedtük, hogy valaki elkezdjen panaszkodni. Ha valaki elkezdett panaszkodni, beszélj a szakmádról. Én annyi szakmát kitanultam ott, hogy szörnyű. Nem engedtük panaszkodni. Második. Észre kell venni az élet apró örömeit, és meg kell örvendezni. Nem volt egyszerű, de ezt még kellett tanulnunk. Ezt játékosan csináltuk, akkor volt a Helsinki olimpia, és ott olimpiának is van, ugye első forduló, második forduló, ami is 6-8-an összeálltunk, lessük az alap apró örömöket, este a káposztaleves és a zapkása után, aki többet tud felsorolni, az lesz a győztes, második nap a győzteseket bocsátottuk össze, és a harmadik nap győztes az olimpiai bajnok volt. Nem tudtunk semmit se csinálni vele, megkérdeztük, mi a nótája, elénekeltük a kedvenc nótáját. Egyszer volt egy olyan olimpiai bajnokunk, hogy 16-ot felsorolt este. Azt mondta, gyerekek, én nem értem rá máma szenvedni, örökké lesni kellett az apró örömöket, és örökké mondogatnom kell, hogy fel tudjam sorolni. 16-ot felsorolni nem olyan egyszerű. A harmadik szabály, hát mi politikai foglyok voltunk, és tudják, a politikai foglyoknak van egy szakmai ártalmuk. Mindig ártatlannak képzelik magukat, hát nyilas tömeggyilkosok is voltak ott mellettem. Hát azok ugye imádták a Szálasi Ferenc, gyilkolták a zsidókat, de fanatizmus volt, csinálták, ők is ártatlanok. Na de ott ez a mondat, hogy engem az ártatlant akarnak ezek a géppisztolyos gazemberek tönkretenni, ennek semmi értelme nem volt. Hát ott volt a négy őrtorony, a golyószóróba, sehova se tudtunk menni. Át kellett állnunk oda, mi vagyunk a kicsik, ők meg a nagyok. Hát amikor elítéltek, mi voltunk a vesztesek, a senkik. Ők meg a győztesek, én nem azt mondom, hogy az igazság kritérium a géppisztoly, de ők voltak a győztesek, elkiportak bennünket. De ha én nem értek ezzel egyet, én mindig azt mondtam a fogolytársaimnak, gyerekek, hogyha az erdőn megyünk egy csapáson, hát nem nézünk a talpunk alá, hogy egy hangyát eltiprunk, mert az olyan picike. Na, mi nem értünk azzal egyet, hogy mi csak hangyák vagyunk ezekkel a géppisztolyosokkal szemben. Akkor nekünk most, ebben a helyzetben kell megmutatni, hogy különbek vagyunk. Ez mozgosítja az energiákat. Hát erre én tucatjával tudok példákat mondani. Negyedik szabály, az egy picit vallásosabb. Mert hát az Úristen nem lehet kidiskutálni az életből, az így szól. Akinek van hova kapaszkodnia, annak könnyebb a szenvedést elviselni. Mi a Jóistenbe kapaszkodunk, és ez nekünk óriási jelentőség is, míg azt is észreveszünk, hogy a Jóisten is akarja, hogy mi túléljük a poklot. És erre én tudok tucatjával példákat mondani, úgyhogy ott igazán például nem voltam ott a fogolytáborban igazi hitetlen, mert mindenkinek el kellett ismernie, hogy az Úristenek olyan firkás ötletei vannak, hogy segítsen bennünket, csak észre kell venni.